Englender Néhok Ibolya, a magyarországi németek országos önkormányzatának elnöke is felszólalt az avatáson. Megemlítette, milyen meghatározó esemény volt, amikor január 19-ét a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjává nyilvánították 2012-ben, hisz ez még ma is sokakat érint. Alig van család, akit ne ért volna az egyik vagy a másik csapás. Számomra is mindig az emlékezés jegyében telik a január 19-e, és ez a mai nap is, amikor emlékművet avatunk. Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet minden népcsoport fontosságára, valamint hogy a lényeges emberi értékekre helyezzük a hangsúlyt. Ki tesz a közösségért? Ki akarja azt, hogy közös hazánk Magyarország sorsa jobbá váljon, és az ország egy olyan ország legyen, amely a nemzetiségekre számít? Guta Nikó, a Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, mindig időszerű az emlékezés, így az emlékműavatás is. A Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat tervei között hosszú idő óta szerepelt egy emlékmű állítás a Nagymányokon, amellyel emlékeket állíthatunk őseinknek a nagymányoki német ajkú elhurcolt és kitelepített lakosoknak. A rendezvény az emlékmű koszorúzásával ért véget.